Sziasztok! Én régen Portugáliát úgy képzeltem el, mint valami görög szigetet. Tehát, hogy van napfény dögivel, dimbek, dombok mindenütt, de azért mégiscsak kopár az egész. Végül is hajós nép voltak, nem? Biztos kivágták a fákat. Aztán, amikor 4 évvel ezelőtt odaköltöztem, egy nagyon kellemes meglepetésért, ugyanis ahogy utazgattam Szanaszét, kiderült, hogy valójában az országnak egy jelentős részét mező és erdő borítja. Itt van például Leiria, ami azért valljuk be elég menő, hogy előtérben a fenyves, a háttérben pedig az óceán. Az utóbbi 2 hétben virálisan terjedt világszerte egy kép erről a régióról, de nem egy ahhoz hasonló, mint amit az előbb mutattam, hanem egy olyan, amit egy 19 éves fiatal tűzoltó Elio Madeiras készített. Igen, arról itthon is lehetett hallani, hogy nyáron brutális erdőtüzek tomboltak Portugáliában, de ott értelemszerűen még masszívabban felszínen volt ez a téma a közbeszédben. Elemzések egész sora jelent meg. Közéleti vita közéleti vitát követett, és persze mindenki máshol vélte megtalálni a felelősöket. Ennek során pedig a kormány, a katasztrófavédelem, de még a lakosság felelőssége is újra meg újra előkerült. De azt valószínűleg senki nem gondolta volna, hogy az akkor több mint 60 halálos áldozatot követelő rémálom október közepén újra valósággá válik. Október 15-én 4-500 tűzesetet regisztráltak, sőt, ezeket akár online is nyomon lehetett követni a www.fogus.pt, vagyis tüzek.pt oldalon. Ezek közül 33 bizonyult kifejezetten súlyosnak. Nem véletlenül hívták ezt a napot pokoli vasárnapnak. Közel 5400 ember dolgozott erején felül a tűz megfékezésén, de még így is 41 halálos áldozata és több mint 70 sérültje volt a katasztrófának. Összesen 540 négyzetkilométer vált a lángok martalékává. Csak hogy jobban átérezzük ezt az egészet, Magyarország területe 93.000 négyzetkilométer, Portugáliájé pedig 92.000 valamennyi. Tehát lényegében ugyanakkor a két ország, ráadásul még a lakosság száma is szinte teljesen megegyezik. És tudjátok, mi az Magyarországon, ami körülbelül 540 négyzetkilométer? Budapest. Ez olyan, mintha Békásmegyertől Csepelig, illetve Hűvösvölgytől Rákos, akármiig leégett volna minden. Ja, és még Budaörs is. Oké, globális felmelegedés, meg hatalmas aszály, meg minden, szóval ennek a számlájára írható az egész, hiszen ott még nem volt ehhez fogható tűzvész, ugye? Nos, nem egészen, bár tény, hogy a nagy szárazságnak szerepe volt ebben az egészben. És az is igaz, hogy ez idei volt a legnagyobb pusztítás, amit valaha átéltek Portugáliában, de az a helyzet, hogy nagy tűzesetek korábban is voltak. Ott van például a 2003-as eset, ami bár nem volt akkora, mint az idei, de simán összemérhető vele. És nagyon úgy néz ki, mintha a portugálok valamiért kénytelenek lennének együtt élni ezekkel a nyári erdőtüzekkel. Na de a kérdés persze az, hogy miért. De ahhoz, hogy ezt megvilágítsam, jöjjön most egy kis személyes kitérő. Én annak idején egy portugál természettudományi múzeum hálózatnak a központjában dolgoztam, és rengeteget utaztam az országban. Így jutottam el egy kis faluba, a Proença Novába, ahol volt egy tagintézményünk egy remek interaktív kiállítással, ami ráadásul szinte teljes egészében az erdőgazdálkodásról szólt. Az elmúlt napokban lényegében minden meghajtómat feltúrtam azokért a képekért, amiket ott csináltam, de sajnos nem találtam őket, pedig nagyon megszerettem volna most nektek mutatni egy installációt, amit ott láttam. Ezen lényegében azt mutatták be, hogy az idő előre haladtával hogyan nőtt az erdőtüzeknek a száma Portugáliában, és ezzel párhuzamosan hogyan nőtt a portugál erdőkben az egyébként őshonos tengerparti fenyő és a nagyon nem őshonos eukaliptusz aránya. Az, hogy az egyébként illóolajokkal tömött eukaliptuszok Ausztráliában hogyan adaptálódtak a rendszeres tűzvészekhez, az viszonylag jól ismert, de hogy kerül ez a fa Portugáliába? Nos, körülbelül ugyanabban a korban és ugyanannak a hype-nak köszönhetően, ami Magyarországon is megvolt. Mi folyamat szabályoztunk meg, futóhomokat kötöttünk meg, a portugálok pedig az elerdőtlenedett területeiket védték az eróziótól, illetve mocsarakat próbáltak lecsapolni, és ehhez az eukaliptusz nagyon jó segítség volt. A történet persze itt akár véget is érhetne, és most csak ökológusok filóznának azon, teljesen jogosan persze, hogy mi keresni valója van az eukaliptusznak Portugáliában, hogyan hatott az ottani flórára, biodiverzitásra, hogyan teszi tönkre a talajt, stb. Vesd össze a fehér akác helyzetével Magyarországon. Azonban a 20. században valami felfedezte magának ezt a fajt, valami, ami Európában is élen jár Portugáliában, a papíripar. A
papíriparnak pedig fapépre van szüksége, sok fapépre, amit többnyire tengerparti fenyőből és eukaliptuszból állítanak elő. A portugál faipar fapépéből a papíripar papírt készít, ezért a portugál papír faipari fapépből készült papíripari papír. Szóval a portugál papíriparnak nagy szüksége van a számukra gazdaságos eukaliptuszra, meg a természetes élőhelyénél sokkal nagyobb területre ültetett tengerparti fenyőre, a Pinus pinasterre. És hogy nem, mind a két faj igen gyúlékony. És hogy számokkal is dobálózzak, az országnak ott több mint 35%-át erdő borítja, ezeknek az erdőségeknek negyedét alkotják eukaliptuszok, és körülbelül 30%-át a tengerparti fenyők. Lehet persze újjal mutogatni bárkire, akár a papíriparra is, és vannak persze az újabb mutogatásnál sokkal előremutatóbb törekvések is, mint például az, hogy visszaszorítsák az eukaliptusz termőterületének további terjedését. Az viszont már most látszik, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, és emiatt nem lesz egy egyszerű meccs. Akárcsak az erdőtűz kérdés többi eleme, például a polgári védelem rendszerének átalakítása sem. A kézzelfogható reformok megvalósulásáig pedig marad a jelenlegi károk enyhítése és a tűzoltás mindenféle értelemben. A véleményeiteket a videó alatt várom kommentben, ha tetszett ez a webizód, lájkoljátok és osszátok meg másokkal is. A YouTube csatornámra itt oldal tudtok feliratkozni, nem sokára egy másik videóban találkozunk, sziasztok!